2000-ben alapították a PetsCer állatmentő és környezetvédő egyesületet, mely elsősorban azt a feladatot tűzte ki célul, hogy begyűjtsék az utcán kóborló állatokat. Ezzel egyszerre tudták valamilyen szinten tehermentesíteni az állatmenhelyeket és megmenteni a kutyákat a gyepmesteri telepekről. Gyepmesteri, rendészeti vagy sintér, több megnevezése is van azoknak a telepeknek, ahonnan a PCAS menti az állatokat. Ezek nem állatmenhelyek, a kóbor kutyák begyűjtésére jöttek létre, majd ezeket az állatokat egy 14 napos időkeret után elaltathatják, közölte Vidra Betty 35 perc című műsorunkban. Én is úgy voltam vele, mint nagyon sokan magánemberek is, akár vagy nagyon sok állatvédő, hogy nem merünk szembenézni a problémával, mert túl kevésnek érezzük magunkat hozzá, hogy meg tudjuk oldani. És ez a félelem tartott vissza attól, hogy én erre a területre belépjek, ez megnyíljon előttem, és megnézem a valóságot. Viszont 2010 év végétől megállíthatatlan folyamat indult el, és onnantól kezdve nem csak hogy egy, hanem számtalan gyepmesteri telepet megpróbáltunk feltérképezni, segítséget nyújtani, fejleszteni, állatvédelmi céloknak megfelelően humánus működésre rábírni. Természetesen ehhez nekünk megvan a folyamat ábránk, illetve a segítségnyújtásunk, a preventív megoldások. Tehát igyekszünk nem a fellegekbe beszélni, hanem ahova szeretnénk segítséget nyújtani, vagy ahol probléma van, ott szeretnénk hatékonyan segíteni. Vidra Betty az egyesület elnöke először 2010-ben járt gyepmesteri telepen. Az önkormányzati üzemeltetésű telepekkel rugalmasan tud tárgyalni a szervezet. Nagyobb problémába ütköznek a gazdasági alapon működő gyepmesteri telepekkel, amikor az állatvédelmi szempontokat akarják érvényesíteni. Pedig az állatvédelmi törvények a gyepmesteri telepekre is érvényesek, ezzel sokan nincsenek tisztában. A PCAS Egyesület nem csak a megyében tevékenykedik, éppen ezért több szervezettel vannak kapcsolatban és működnek együtt velük. Mi nagyon nagy hívei vagyunk az összefogásnak és az együttműködésnek, akár az önkormányzatokat nézem, vagy a gyepmesteri telepeket, akár az állatvédő szervezeteket, tehát más szervezetekkel is nagyon szívesen együtt dolgozunk, segítjük a munkájukat a mi tapasztalati tudásunkkal, illetve elfogadjuk azokat a területeken, ahol mi nem vagyunk járatosak dolgokban, akkor az ő tudásuk segít nekünk a továbblépésben. És én nagyon fontosnak tartom 2019-et ilyen téren. Ki fogunk jönni egy új weboldallal, ami a magyar lakosságnak nagy mértékben segítséget fog nyújtani, és remélhetőleg az önkormányzatoknak is a probléma megoldásban és kezelésben, illetve az információ összegyűjtésben egy helyre, mert a tavalyi évet nagyon-nagyon kemény statisztikai és adatgyűjtési munkával végeztük és zártuk, és ennek a statisztikai feldolgozás, illetve az adatfeldolgozása folyamatban van, és idén ez nyilvánosságra is fog kerülni. Ez a weboldal szól majd a gyepmesteri telepeknek, és azoknak az állattartóknak is, akiknek elveszett a kutyájuk, vagy akik örökbefogadáson gondolkodnak. Vidra Betty szerint a felelős állattartás a legfontosabb prevenció annak érdekében, hogy ne legyenek tele sem a gyepmesteri telepek, sem az állatmenhelyek. A PCAS minden hónapban gyűjt tápadományt, valamint több külföldi anyagi segítséget is kapnak a mentési és állatkórházi költségek kiegyenlítésére, valamint ezek fedezik a havi 2-3 ezer kilométernyi utazásaikat is. A hazai támogatás csekké lenne a működésük fedezésére, viszont a felajánlott adó 1%-ok nagyban hozzájárulnak a feladataik elvégzéséhez.